Az augusztus 31-i határidő betartása volt az egyetlen lehetséges megoldás arra, hogy megmentsék az amerikai katonák életét. Ezt mondta Joe Biden amerikai elnök az Afganisztánból történt kivonulásról. Biden úgy fogalmazott, ha nem távoznak, akkor újabb katonák tízezreit kellett volna Afganisztánba küldeni, és a háború folytatódott volna, mert a tálibok újabb és újabb támadásokat intéztek volna ellenük. Az amerikai elnök emlékeztetett arra, hogy a kivonulásról szóló megállapodást még elődje Donald Trump kötötte meg a tálibokkal május 1-jei határidővel, ami csak néhány hónappal esett későbbre, mint az ő beiktatása, így csak annyit lehetett elérni, hogy a határidők meghosszabbítsák. A megállapodás nem támasztott semmilyen követelményt a tálibokkal szemben, például, hogy működjenek együtt az afgán kormánnyal, viszont felhatalmazást adott 5000 fogoly szabadon bocsátására, köztük a legmagasabb szintű tálib parancsnokokére, akik most átvették az irányítást Afganisztánban, mondta Biden. Az amerikai elnök üzent az iszlám állam helyi szervezetének, melynek öngyilkos merénylői múlt heti terrorakciójukkal többek közt 13 amerikai katona életét is kioltották. Biden azt mondta, hogy még nem végeztek velük.